Audisok dolgoznak Görben, a Répce utcai idős otthonban. Ez volt a harmadik önkéntes nap egyik helyszíne, ahol az Audi Hungária 500 munkatársa nyújtott segítőkezet. Míg Arndt Robert Sponagel, az Audi Hungária járműgyártásért felelős igazgatója is kivette a részét a feladatokból. Számomra is fontos, hogy részt vegyek egy olyan akcióban, ahol az Audi Hungária ilyen sok önkéntese dolgozik, a rájuk jellemző elhivatottsággal. Ebből természetesen én sem szeretnék kimaradni. Az Átmeneti Gondozóházban 20 is dolgozott. Voltak, akik pavilont festettek, mások virágot ültettek, de a kerítés felújításán is többen munkálkodtak. Ezeket a térköveket már korábban lerakták. Így az eddig kihasználatlan zöld terület helyén most már egy kis pihenőpark segíti a kikapcsolódást. Ilyen hasonló program az elmúlt évben zajlott már nálunk. Tavaly évben a Mohi utca idősek otthona udvarán tevékenykedtek hasonló munkákat, mint itt, illetve vannak orvosi rendelőink, és azok közül a Ménfőcsanaki Horgas utcai rendelőnél folytattak szintén egy ilyen napi tevékenységet, fantasztikus jó hangulatban eredménnyel, és nagyon örülünk, hogy az idei évben még egy telephelyünkre sor kerülhetett itt a Répce utcában, ami egy átmeneti gondozóház. A harmadik önkéntes napon összesen 30 helyszínen iskolák, óvodák, szociális intézmények szebbétételében segítettek az Audi Hungária munkatársai. A kezdeményezésben idén 500-an vettek részt.